A Wolverhampton, a Northampton, a Cardiff és a Portsmouth labdarúgója is volt a 26-szoros válogatott védő, aki most 3 év után távozik az NB2-es Soroksárból, és egy osztályon lejje valószínűleg a harmadik lehető TV-hez szerződik. Gyepes Gáborral, a 28 év után legjobb 4-be jutó angol válogatottról, és hát az ő karrieréről beszélgetünk. Szia, jó reggelt! Jó reggelt, szia! Sokat gondolkodtál a klubváltáson, vagy egyszerűen eljött az ideje? Igazából nem gondolkodtam rajta, hanem lehet így fogalmazni, hogy ő is rákényszerítettek, hiszen lejárt a szerződésem, és végül is beszéltünk arról, hogy ott folytatom a pályafutásomat, de végül is nem volt igazán meggyőzőek az érvek, amellett, hogy amit én szeretnék, azt ők is úgy szeretnék. Szóval bennem én még nagyon motivált vagyok, én nagyon szeretnék még futballozni, igazából ez éltet, nem is az, hogy persze mindig az a legjobb, hogyha a lehetőségekhez képest, hogy a legmagasabb osztályba, de azért nekem is vannak feltételeim, és emiatt alakult úgy, hogy Soroksáron nem maradok, ott végig is nem tudták biztosítani azt, hogy úgy számítsanak rám, ahogy én szeretném, hogy számítsanak rám, és úgy döntöttem végül is, hogy távozom. Az NB2 egyébként még nem, még bírná, tehát nem túl megterhelő számodra? Nem. Ez hát a motiváltság azt jelenti? Tehát a motiváltság az minden szempontból megvan, az erőm is megvan hozzá, úgy érzem, hogy a tudásom is természetesen megvan hozzá, a teljesítményem is megvolt hozzá, úgyhogy mindenféleképpen benne volt a pakliba. De végülis a egyik és legfontosabb feltételem nekem így magam felé az, hogy Budapesten szeretnék játszani, család és egyéb üzleti dolgok miatt, úgyhogy igazából emiatt meg azért elég sok kapu ugye ezért bezárult, és végülis így alakult az, hogy még nem is hivatalos, de több mint valószínű, hogy egy osztályon lejjebb fogok játszani. És hogyha ez a bizonyos harmadik kerületi szerződés létrejön, akkor abban lesz-e része, van-e része a kerület új edzőjének? De természetesen van, hiszen ő hívott föl, vázolta az elképzeléseit, és lehet azt mondani, hogy elég gyorsan mégis megállapodtunk. Tetszik az, amit végig felvázoltak neki, amit ő ugye továbbított nekem, és végül is ennyi. Többi az meg majd úgyis, ha úgy van tényleg, hogyha aláírásra kerül a szerződés, akkor az majd a pályán. De minden esetre részletről sínen vannak a dolgok, tehát neked tetszik, amit hát ott igen, felvázoltak. Mondom, hogy a legfontosabb és két legfontosabb dolog, hogy Budapest is az, hogy imádom a futballt, imádok játszani, és ahol vannak célok, az engem mindig még pluszban motivál. Buzsáki Ákosról beszélünk, a harmadik kerület új vezetőedzőjéről, régi ismerősöd, játékostársad, most edződ lesz úgy, hogy te vagy az idősebb. Igen, mégis ez is egy olyan felállás, ami miatt is szép a sport, a labdarúgás, hogy mindig tud újat mutatni, meg akkor is, hogyha az ember végül is a hattyúdalát éli vagy játsza. Ugye az is furcsa volt nekem először, hogy ugye Soroksáron ugye Szűcs Mihály volt ugye végülis a főnököm, akkor ugye csapattársam volt, ugye utána ugye a Dragoner Attila váltotta, ugye, és ugye a Lipcsei Peti volt az edzőm. Ez ugyanúgy ugye végülis kicsit úgy furcsa volt, de hát ez lehet azt mondani, hogy kicsit fel volt ez így építve, hogy most meg egy ugye olyan edzőm lesz, aki ugyanúgy játékostársam is volt, én korosztályom, de fiatalabb nálam. Biztos, hogy érdekes lesz. A kerületnél gondolom a cél egyértelműen a feljutás lenne. Ezek szerint akkor egy év múlva lehet, hogy arról beszélünk, hogy megint NB2-ben focizol, nem? Komoly cél. Én szeretem az ilyet, és hát próbálom minden tudásomat és tapasztalatomat alárendelni majd a csapatnak. Hány év lehet még a játékos karrieredben szerinted, ha nincsen sérülés? Úgy fogalmazom meg, és legjobban, hogyha kicsit viccesre veszem, hogy igen, Zolinak mondtam, hogy addig szeretnék játszani, ameddig ő játszik, de ő 2 évvel idősebb nálam, de azért már mondtam neki az elmúlt időben, hogy azért jó lenne elgondolkodna, hogy abba hagyjam, mert azért az én lábaim sem visznek
a végsőkig, úgyhogy hát sajnos ugye ő ugye befejezte, de így legalább most 2 éven biztos, hogy van arra, hogy kövessem, úgyhogy ezt mindenféleképpen szeretném tartani, úgyhogy ha most lehet arról beszélni akkor és pontosítani, akkor 2 évet mindenféleképpen szeretnék játszani. Itt a csapatváltás a jövőd tervezése mellett mennyire figyelsz a világbajnokságra? Sajnos nem láttam az összes mérkőzést, mert azért ugye voltam, ami délután 2-kor ugye kezdődött, de azért a fő mérkőzéseket, illetve azokat, amelyik mérkőzés úgy igazán úgy érdekes volt ugye megelőzőleg, azért megnéztem. Szerencsére a családot is érdekelte, a feleségemet, anyósom, a gyerekeket, úgyhogy ugye figyelem természetesen. Milyen eddig az általános benyomásod a világbajnokságról? Megmondom őszintén, hogy többet vártam már, mint úgy látványban. Nagyon sok olyan mérkőzés volt, ahol ugye a csapatok kevés kockázatot vállaltak, emiatt nem is azt mondom, hogy alacsony színvonalú volt, de nem volt látványos, nem voltak helyzetek, egyéni villanások, kevés olyan játékos volt, aki úgy kitűnt a tömegből, viszont azt lehet látni, hogy még inkább fejlődik a sport. Ugye a kisebb csapatok is már eljutottak arra a szintre, hogy nagyon-nagyon meg tudják nehezíteni az esélyesebb csapatok dolgát, és ugye nagyon sok olyan mérkőzés lett, ami tényleg ugye kiki messzal így nagyon nehéz megmondani, hogy melyik csapat fog nyerni. És igazából azok a meccsek voltak szerintem jók és élvezhetők, ahol úgymond jobb vagy magasabb a jegyzett csapatok játszottak, és mind a kettő azért szeretett volna eredményt elérni, és nem beállt és védekezett, és nem tartott attól, hogy úristen, mi lesz, ha esetleg gólt kapunk, hanem azok a meccsek, ahol mind a két csapatnak voltak komolyabb elképzeléseik. Azt én jól gondolom, hogy a pályafutásod miatt is, már csak amiatt is szorítasz az angoloknak? Nem tudom, megmondom őszintén, hogy a horvátoknak, a belgáknak jobban szorítok, mert jó focit játszanak, és helyenként látványosan fociznak. Az angoloknál meg ugye, ami az érdekes, hogy amíg ugye Angliában légióskodtam, addig ugye az angol válogatott tele volt végig is sztárokkal, és minden ilyen nagy torna előtt a szurkolók, meg a szakma, meg a közvélemény, mindenki azt várta, hogy Beckham, Gerrard, Lampard, igen, Ferdinand, Rio Ferdinand, Neville, Sheringham, Owen, Rooney, szóval mind ott voltak, és aztán kimentek, és semmi. Puk. És most meg, amikor talán ez a teher ez így most eltűnt, és igazából senki se várt tőlük semmit, annak ellenére, hogy ugyanúgy a csoportból végis, mármint a selejtező csoportból ugyanúgy könnyedén jutottak a világbajnokságra, most ez a fiatal csapat lehet azt mondani, hogy visszanyúlt is a gyökerekhez, és egy ilyen stabil, egyszerű játékot játszik, pontrugásokban hihetetlenül ugye erősek, magas, erős védőik vannak, akik lehet azt mondani, azért megtanultak azért viszonylag ugye futballozni, és ugye ő is, ahogy haladnak mérkőzésről mérkőzésre, önbizalmuk ugye még több van, nem mint hogy egyébként önbizalom hiányba szenvedne egyébként az angol labdarúgás, de egy ilyen egységes csapatot alkotva szürke játéka lehet azt mondani, hiszen azért látványosan nem játszanak, sok helyzetet nem dolgoznak ki, de viszont ugye maga biztosan ugye menetelnek előre. Tehát azt mondod, hogy Southgate valahogyan szerencsés módon visszanyúlt az angol tradícióhoz, azt modernizálta, és egy nagyon stabil közösségi gyúrta össze ezt az angol válogatott. Igen, hiszen... Nem kell cifrázni, nem kell különösebb színezést belevinni, hanem azt, amit tudnak, egy alapjátékot, azt jó kell játszani. Igen, hát ugye itt ugye írják is, hogy ugye a jobbeknek van ugye a legjobb mutatója, hogy a beadásból ugye a saját játékosát találja meg, ugye a 11-ből ugye 8 gólt rúgtak ugye pontrugásból, ugye talán a legnagyobb sztárjuk, ha lehet mondani, ugye Harry Kane, aki igazából abszolút nem egy sztára akadt,
Úgyhogy szerintem, azt nem tudom, hogy most ez szándékos volt, hogy visszajött a gyökerekhez, de szerintem az is benne van, hogy azáltal, hogy rengeteg ugye külföldi van az angol ugye bajnokságban, egyre kevesebb angol, és ezért ugye még nehezebb ugye betörni. Ez régen ez fordítva volt, hogy sok angol játékos volt, és ugye olyan külföldieket igazoltak, akik tudták hozni ezt az angolos stílust, de volt bennük ugye extra. Most ugye megfordult, ugye vannak olyan csapatok, ahol simán ki tudnak állni 11 külföldivel. Igen, és már nyomon nincs ennek a bizonyos angolos stílusnak. A svédek ellen mindenesetesen magabiztosan győztek a horvátok. Mert mondtad, hogy szerintem is a horvátok persze most gyűrköztek egy nagyot az oroszokkal, de izgalmas csapat, és nagyon kreatívak, jó meccseik vannak. Itt most az angoloknak szerinted előny lesz az, hogy a horvátok nagyon fárasztó 120 percen vannak túl az oroszok ellen? Hát igazából ezen a szinten már minden előnynek számít. Az, hogy ugye már két ugye hosszabbításos meccset játszottak, az angolok lehet azt mondani, hogy elég simán verték meg ugye Svédországot, és viszont ezt is ugye a statisztika mutatja, hogy az angolok futották a legtöbbet, ami azt mondja, hogy jó állapotban vannak, és azért egy ilyen tornán, ami ugye megterhelő, fárasztó, az, hogy fizikálisan a legjobb állapotban vagy, az csak mutatja a csapatnak az erejét. Úgyhogy ha bár azt mondom, hogy a horvátok az esélyesek, mondjuk így a mérkőzés előtt, szerintem nagyon-nagyon nehéz meccs lesz nekik. Az angolok ugye önbizalommal telve fognak játszani, frissen, fiatalosan, ahogy lehet fogalmazni, és azért ott van az, hogy azért a játékstílusuk meg azért nagyon kellemetlen. Magasan védekeznek, hogyha labdavesztés van, nagyon gyorsan visszaérnek, ugye a horvátok azért szeretik tartani a labdát, nem futnak egyből ugye kapu irányába, úgyhogy most nem mondanám azt, hogy a horvátok biztos, hogy döntőt fognak játszani, mondjuk egy világbajnok elődöntőben ez elég nehéz lenne mondjuk így kijelenteni. Hát szerintem sem, már csak azért sem, mert ennek a horvát válogatottnak azért a rögzített helyzetekből, szögletekből belecsúszhatnak simán egy-egy, tehát hajlamosak a hullámzásra. Igen. Néha, és bejön egy hiba vagy kettő, azt nem biztos, hogy már be tudják hozni. Igen, hát így is ugye, hogyha arról lenne szó, azért ugye az előző két ugye mérkőzésen is hátrányból ugye álltak fel, nem tudtak nyerni, végig lehet azt mondani, hogy küszködtek is sokszor a mérkőzésen. Talán ez a délszláv vér az, ami végig őket ugye a meccsbe tartott, és végül is felül tudtak kerekedni 2-11-es párbajon. Az angolok ellen biztos, hogy szenvedni fognak, hogyha nem figyelnek oda, és nem nyújtanak 100%-ot, és hogyha lesznek helyzeteik, és azokat nem rúgják be, akkor biztos, hogy komoly problémáik fognak. Izgalmas lesz, érdekes stílusok fognak találkozni, Gábor. Hát akkor neked meg további jó folytatást kívánok az új helyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen.